Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A 3 kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata. A második kérdés, hogy hogyan érzi magát. És a harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, de megvan arra lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, vagy ezt a 3 kérdőjeleset, vagy egy másikat. A díjam minden jóslásnál 4000 forint. Indiai asztrológiával együtt 10.000 forint. És most megnézzük azt, hogy mit üzennek a kártyák. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve, itt látható ez a gyűrű, és ez a gyűrű szimbolizálja a kapcsolatot kettőtök között. Sőt, azt is jelentheti, hogy kapsz egy házassági ajánlatot. Amennyiben ő munkahelyet szeretne változtatni, akkor ez a gyűrű utalhat bizonyos szerződésekre is. Amit a gyűrű még jelent, hogy valami vagy valaki visszatér hozzád. Mivel ez megjelenik az ő gondolataiban, ő vissza akar térni hozzád, vagy vannak elvárásai, és szeretné azt, ha te térnél vissza hozzá. Hogyan érzi magát? Itt látható egy jósnő, lehet, hogy jósoltat, és tudni akarja, hogyan tovább, milyen lesz köztetek a kapcsolat. Ez a kép azt is jelentheti, hogy ő hisz ebben. Vagy az a gondolata, hogy ahogy a kártyák mutatják, ahogy a sors szeretné, úgy fognak alakulni a dolgok. A harmadik kérdés úgy hangzik, hogy mit fog tenni. Lesz ez a könnyűség, lesz mozgás, és olyan viccesen fog közeledni hozzád. Az utolsó kártya azt jelenti, hogy mi fűz össze benneteket. Itt ez a park jelenti a nyilvánosságot. Találkoztok a nyilvánosságon, vagy ő felvállal téged a nyilvánosságon, vagy lesznek elismerések, és ő odafigyel rád. De ami még fontos, te is figyelj oda rá. És ez volt a 3 kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tendera!